Kegyelem nektek is, békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 401-es számú énekkel. A 401-es számú ének így kezdődik. Vonj, Uram, vonj engemet, hű szívedre vond a szívemet. Kezdetűt. 401-es számú énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Kedves gyülekezet, imádság előtt hallgassátok meg Máté evangéliumának 17. részéből az első 9 versszakot, majd pedig imádságra készülve, akik itt vagyunk a templomban fennállva, fogjuk a 149-es ének első versszakát énekelni, akik otthon követik online módon az Isten tiszteletet, ők pedig tetszés szerint kapcsolódnak majd be. Imádság előtt tehát Máté evangéliumának 17. részéből így szól a Szent Ige, és 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukba egy magas hegyre. És elváltozott előttük, és az ő orcája ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség. És íme megjelent ő neki Mózes és Illés, akik beszéltek Jézussal. Péter pedig megszólalt, és mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, neked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszélt, íme fényes felhő borította be őket, és íme szózat lett a felhőből, és ezt hallották. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok.
És a tanítványok, amint ezt hallották, arcra estek, és igen, megrémültek. Jézus pedig hozzájuk ment, illette őket, és mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. És amikor a hegyről alájöttek, megparancsolta nekik Jézus, és ezt mondta, senkinek sem mondjátok el, amit láttatok, míg fel nem támadt az embernek fia a halálból. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve a 149-es ének első verszakát énekeljük, akik itt vagyunk fennállva, így kezdődik ez, itt jövevény vagyok, hazám a menny. Mindenható Isten mennyei, édesatyánk, köszönjük neked ezt a napot, amikor közösségben együtt lehetünk veled, és téged nem zavar az, hogy nem egy térben, a templomban vagyunk csak együtt, hanem kiki, ahol éppen fogni tudja az adást, ott van, és együtt gondolkodunk, egymásra gondolkodunk, és gondolunk, és te így is örömödet leled azokban, akik téged keresnek, szavaidat kutatják, és szent üzenetedet hallgatják abban a reményben, hogy mondd a számukra valami üzennivalót, megfogalmaz valami olyasmit, ami az ő életükre nézve fontos, elvezéreli, bátorítja az élet folyamán őket, bennünket, és rámutat mindarra, amin esetleg javítani kell, át kell formálni, vagy megváltoztatni. Köszönjük örökkévaló Isten, hogy nem kell ahhoz ma csodáknak történnie, hogy benned hihessünk, hanem itt hagytad szent igédet, ránk bíztad, ahogy a teremtésben is gondolkodtál az emberrel kapcsolatban, szabad döntést adtál nekünk, hogy úgy válasszunk, úgy döntsünk melletted, hogy az önként legyen, ne külső kényszer hatására, hanem szabad döntésünkön alapuljon a veled való közösségünk. Hagy könyörögjünk most te hozzád mindazokért, akik betegségben szenvednek, különösen a vírus sújtotta embereket, hagyd tegyük a kezedbe, de különösképpen hagyd gondoljunk azokra, akik küzdenek, orvosi segítséget adnak ebben a nehéz időszakban. Légy te mindannyiunk vígasza, hagyd higgyük el, hogy te ura vagy minden helyzetnek, engedett fölfedezni a gyógyszereket. Te vagy az orvosok keze mögött is, és te vagy az, aki gyógyító orvosként vagy jelen a mi életünkben. Főleg akkor, amikor lelkünk problémáival szeretnénk hozzád folyamodni és futni. Légy áldott, hogy mindezt ebben az időszakban is megtapasztalhatjuk. Légy áldott, hogy most is ebben a században hihetjük azt, hogy te benned nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ugyanaz az Isten vagy, mint a teremtésben, mint Mózes istene, vagy a tanítványok istene, aki ugyanúgy szeretne az ember számára egy boldogabb, felhőtlen, problémák mentes
életet adni. Ezt hihetjük, ezt kérhetjük te tőled. Így hagy könyörögjünk, hogy az előttünk álló alkalmon is légy közöttünk, hagy érezhessük meg szent jelenlétedből áradó erőt. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett 149-es ének eléneklésével, a második verszakkal fogjuk folytatni. A 149-es éneket tehát végig énekeljük. A második verszak így kezdődik, bár vadvihar süvít. Kedves gyülekezet, a mára javasolt szakasz megtalálható Mózes második könyvének 24. részében a 12. verszakkal kezdődően, amely a rész végéig tart, akik itt vagyunk, ülve hallgassuk a szent igét, a képernyők előtt pedig tetszés szerint. Mózes második könyvéből tehát a 24. részből a 12. verszakkal kezdődő szakasz így szól. És szólt az Úr Mózesnek, jöjj fel én hozzám a hegyre, és maradj ott, és átadom neked a kőtáblákat, és a törvényt, és a parancsolatot, amelyeket írtam, hogy azokra megtanítassanak. Felkelt azért Mózes és az ő szolgája, Józsué, és fölment Mózes az Isten hegyére. A véneknek pedig mondta, várjatok itt reánk, amíg visszatérünk hozzátok, ime Áron és Hur veletek vannak,
akinek valami ügye van, ő hozzájuk menjen. Akkor felment Mózes a hegyre, és felhő borította el a hegyet, és az Úr dicsősége szállt alá a Sínai hegyre, és felhő borította azt 6 napon át, a 7. napon pedig szólította Mózest a felhő közepéből, az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan volt az Izrael fiainak szemei előtt, mint emésztő tűz a hegy tetején. És bement Mózes a felhő közepébe, és felment a hegyre, és 40 nap és 40 éjjel volt Mózes a hegyen. Egy olyan időszakhoz érkezik a nép, amely időszak a törvényadás, azoknak a gyűjteménye, parancsoknak és kéréseknek a gyűjteménye, amely segít eligazodni abban a világban, amely világba érkeztek a vándorlás során. Egy olyan törvénygyűjtemény, amely néppé teszi a rabszolgát. Nem azért született ez a törvénygyűjtemény, hogy kijátszon, vagy kijátsza egyik embert a másik ellen. Nem azért született a törvény, hogy Isten megsarcolja és zsarolja az ő népét. Nem azért született a törvény, hogy mindig a gazdagnak legyen joga, és a gazdagnak legyen lehetősége, vagy a feljebb valónak legyen lehetősége és joga, vagy Isten valami furcsa, beteges gondolatból mindent magának óhajtana összegyűjteni, és ezt megpróbálja törvénybe rendezni, törvényekkel aláhúzni. Hanem, ahogyan láthatjuk ebből a szakaszból, amit most nem olvastam végig, de ki fogok rá térni, azért születtek ezek a törvények, azért született ez a minden törvény felett álló gyűjtemény, hogy mindenkinek igazságot tudjon teremteni, mindenki számára el tudja hozni az igazságot, és ahogyan említettem, többé ne rabszolgasorban élő, kiszolgáltatott emberként éljék az életüket, hanem egyenes derékkal, gerinccel járó, ahogyan Isten fogalmaz, szent nép, papok nemzetsége és szent nép legyen. Aki ennek a történetnek, törvényadás történetének a főszereplője, az nem más, mint Mózes, aki megtapasztalhatta, megízlelhette mind azt az időszakot, amikor üldözött ember volt, azt az időszakot, amikor a törvényadás a felső 10 000 tagja volt, és aztán megint a bujdosás évei voltak az övé, és a végén részese és kihirdetője volt annak a törvénygyűjteménynek, amely úgy tűnt ebben az időszakban, ebben a helyzetben, hogy mindenki igenlésével és tetszésével fog találkozni. Mózes személyét mindig megkérdőjelezi az irodalom, a történelem, és megpróbálnak olyan párhuzamokat találni a történelem és a monda világában, amely párhuzamok arra engednének következtetni, hogy ez az egész, ami itt áll előttünk, és ennek egy része természetesen, amiről ma beszélek, ez az egész egy kitaláció, egy monda.
egy jó 1000 évvel korábbi mondából, Sarukkin mondájából, aki az akkád birodalomnak az első uralkodója és megalapítója, próbálnak párhuzamot vonni Mózes történetével, és úgy gondolják, hogy Mózes a parafrázisa ennek az akkád történetnek. Ugyanúgy Sarukkin és a vizen találja magát, mert egy furcsa frigyből születik, és berakják egy náddal bélelt és kátránnyal kikent kis kosárba, mint ahogy Mózes élete is kezdődik. Mózes élete a halálból az uralkodói házig vezet, és ugyanígy megpróbálják Sarukkin történetét ebbe a kronológiai sorrendbe tenni, hogy megkérdőjelezzék azt, hogy valójában Mózes története a valóságnak megfelelője. Megpróbálják azt a nevet, amelynek héberül van értelme, hiszen vízből kihúzottat jelent. Ha egyiptomi oldalról nézzük, akkor csak annyit jelent, hogy fia valakinek, hiszen nincs előtagja, nincsen odatéve, hogy kinek a fia. Számomra ennek óriási üzenete van, mert hisz, ahogy a temetkezési helyét nem lehet tudni Mózesnek, ugyanúgy lehetett tudni, hogy igazából kinek is a gyermeke, bár a Szentírás megemlékezik, hogy Ammón és Jókébed gyermekeként, Amrám és Jókébed gyermekeként született a Lévi nemzetségéből, de vajon az egész élete erről szól, vagy arról, hogy elvégezzen valami olyat, ami a rabszolgából szabad embert hoz elő. A rabszolgából szabad, öntudatos, döntésre képes ember az, aki odaérkezik a sínai hegy lábához. Hol is játszódik ez a történet? A sínai hegy, amely egy olyan hegy, ahol Isten többször megjelenik, ahol Isten különböző üzeneteket ad az övéi, az ő népe számára. Ha lehet hinni az egyik feltételezésnek, akkor mai Egyiptom területén található ez a hegy, amelynek tetején görög ortodox kápolna áll, egy 12. századi mecset, melynek magassága 2287 méter, de ott is van három csúcs, amiről nem lehet igazából tudni, hogy most melyik csúcs az, ahonnan Isten megszólal dörgő hangon, vajon a Katalin csúcs, Mózes csúcs, vagy egy másik csúcs lenne az, ahonnan Isten megszólalt. Ma kérdőre, vagy kérdésessé teszik, hogy egyáltalán erről a hegyről szólt-e az örökkévaló Isten, és inkább a Negev sivatagban próbálnak helyet találni annak a hegycsúcsnak, amely hegycsúcsról szólt az Úr. Mindez kell-e, hogy eltántorítson, vagy elbátortalanítson, talán így helyesebb a kifejezés bennünket? Vagy van egy olyan általános, mindenen átívelő üzenete annak, amit itt olvashatunk, ami a hitetlenség a kételyen átível, és bennünket arra inspirál, hogy figyeljünk arra, amit az örökkévaló Isten a törvényeiben meg akar fogalmazni. Ezt a részt megelőzi annak a hirdetése, hogy miről fog szólni az a szövetség, amiről meg lehet ismerni Isten népét, és az
Isten népén kívül élőket, van alkotmánya, van törvénygyűjteménye a népnek, van mihez mérnie magát, és van mihez igazodni, ami minden területére az életnek kihat, úgy az Istennel való közösség területére, mint az ember és ember közötti élet területére. Azért fogok most végigmenni a törvényeken, hogy lássuk, mi az, ami átívelhet mindazon, ami hitetlen vagy hívő embert összekapcsolhat, hitetlen és hívő embert baráttá tehet, hiszen nem arról szól ez a törvénygyűjtemény, hogy kirekesszünk valakit, hanem arról szól, hogy egy olyan alapokmányt hozott létre az örökkévaló Isten, ami mindenki számára követendő lehet. Azzal indul ez a törvénygyűjtemény, alkotmány, ha tetszik, lehet a preambuluma, hogy újjongva megjegyzi az örökkévaló Isten, hogy a rabszolgaságból hoztalak ki, én az vagyok, aki a rabszolgaságból hoztalak ki téged. És az Úr kizárólagos tiszteletéről szól, ez az első újjongó, ha tetszik, törvény. Vajon, ha nem hívő szemmel közelítünk, hanem hitetlen szemmel, jó dolog az, ha az ember hol így, hol úgy hozza meg a döntéseit? Hiszen a felnőttségnek, az egyenes gerincnek az egyik alaptétele az, hogy az ember tudja pontosan, hogy milyen értékek mentén artikulálja önmagát. Pontosan tudja, hogy merre tartott eddig, és ha változtatott, miért teszi ezt. És nem kell ehhez hívőnek lenni, ó, milyen nagyszerű dolog, ha ehhez hozzájöhet az az újongás, amely akkor érheti az embert, hogyha az Úrral közösségben van, az Úrral szoros kapcsolatot ápol, és a második törvény arról szól, hogy ne készíts magadnak Isten szobrokat. Miről is szól ez valójában, és mi az, ami ennek az üzenete az lenne, hiszen itt is tele van a templom különböző műalkotásokkal, amelyeket nagyon szeretünk. Arról szólna ez, hogy nem szabad műalkotásokat létrehozni, és nem szabad valami olyasmit kirakni, ami megformál valamit. Hiszen ha belegondolunk, az első salamoni templom is tele volt műalkotással. Miről szólhat mindez? Reformációnak volt az egyik vívmánya az, hogy teljesen fehérré tette a templomokat, mert félreértették az Isten szeretetét és az Isten követését, megpróbálták a tárgyiasult Istent követni, ami ellen szól ez a parancsolat. Te magad csinálsz Istent, amit ha úgy döntesz, összetörsz, mert nem úgy történnek a dolgok, ahogy te akarod, ha pedig úgy döntesz, akkor leborulsz előtte és imádod. Az az Isten, aki megszólított téged, nem ilyen, mert nem hajlandó úgy táncolni, bocsánat, a vulgáris kifejezésért, ahogyan te elvárod tőle, vagy még mondhattam volna azt is, ahogy te vagy én fütyülök. Egy szuverén Úr, aki kész veled kapcsolatba lépni, aki kész veled és velem szoros szövetséget kötni, aki nem olyan Isten, akit be lehetne szorítani egy szoborba. Ugyanez a kérdés a harmadik törvénynél, hogy az Isten nevével ugyanúgy vissza lehet élni, ugyanígy átkat és áldást lehet kérni az Isten nevével, vagy gonosz céllal ki lehet használni az ő nevét, és önös érdekeket megfogalmazni az Isten nevében, vagy az Isten nevével. Az az Isten,
aki szólít, aki szólította az akkori népet, nem ez az Isten, akit be lehetne szorítani egy aranyborjúba, egy szoborba, bármilyen műalkotásba. A negyedik törvény arról szól, hogy az Úrnak napját szenteld meg. Itt is találtak a kutatók egy hasonló szokást a babiloni birodalomban, az úgynevezett sapatú napot, amely egy baljós nap, amely napon nem lehet tenni semmit, mert nem tudja az ember, hogy mi lesz ennek a következménye. Vajon erről szól? Az Úrnak napját szenteld meg. Ha a teremtés felől közelítjük, akkor szüksége van az embernek arra, hogy megpihenjen egy napon a héten. Ha a kivonulás felől közelítjük, van erre is, arra is példa a Szentírásban, akkor a szabadítás örömüzenete felől szól az örökkévaló Isten törvénye. És így jutunk el azon törvénytábla utolsó törvényeig, amely az első táblán van, amely a szülők tiszteletéről szól, és Isten a szülők tiszteletét a magával, az ember és az Isten között létrejövő törvények sorába állítja. És természetesen nem a kisgyermekek tisztelete a felnőtt felé, a szülő felé, hanem a felnőtté váló gyermek tisztelete a szülei iránt. És nem arról szól ez, amikor törvényekkel próbálják kijátszani azt, hogy kelljen nyugdíjat és egyebet fizetni az idősödő embernek, és megpróbálják, ez egy tendencia ma, kinyújtani a nyugdíjkorhatárt, hogy minél kevesebbet kelljen fizetni az öreg embernek, hanem egy alap hozzáállása az embernek a szüleihez. Zoránnak van egy nagyszerű dala, amelyet valószínűleg a testvére Dusán írt, mármint a szövegét, ami arról szól, hogy amikor az ember még fiatal és gyermeke kicsi, egész életét azzal tölti el, hogy hogyan tudna pénzt keresni, és soha nem ér rá azzal foglalkozni, amit a gyermek szeretne. És amikor felnő a gyermek, megöregedik a szülő, akkor pedig a gyermeknek sincs soha ideje arra, hogy egy perce megálljon az öregedő, magára maradó szülő mellett. Isten nem ezt akarja. Nagyon érzékeny ez a dal, amivel rátapint egy olyan jelenségre, amivel sajnos birkózni kell, és sajnos sok elpazarolt és eltékozolt év juthat eszébe az embernek, amikor gyermekeivel nem olyan intenzitással foglalkozott. Isten különös gonddal szeretné ezt az érzelmi kapcsot, ezt az érzelmi viszonyt rendezni. Arra a táblára helyezi, ahogy mondtam, amely táblán a vele való kapcsolat dolgait rendezi. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, és aztán utána sorolja fel a törvény mindazokat a törvényeket, amit mindenki olyan jól ismer, ez a ne, és ne tedd ezt, és ne tedd azt, aminek mind-mind megvan a maga hosszabb verziója, és megvan a rövidebb verziója. Nekem az a fordítás sokkal jobban tetszik, amely úgy nyúl ezekhez a kérdésekhez, hogy miért tennéd, ha neked Istened van? Ha megértetted, hogy nem vagy többé rabszolga, nem vagy többé saját vágyaid rabszolgája sem, és szabadságot kaptál a szabadságot tisztelő
szerető. És alapvetően isteni tulajdonság a szabadság, és ezt nekünk adó Isten, aki arra hívja fel a figyelmet, miért tennéd, ha hozzám tartozol, ha én vagyok a te Istened. Mózessel tárgyalja meg, itt kapcsolódunk be a történetbe, Isten ezeket a kérdéseket. Neki le kell hozni azt az alapokmányt, amire Isten keze ráírja ezeket a gondolatébresztőket. Neki kell lehozni azt az alapokmányt, amely alapokmány deklarálja mindazt, hogy Isten kötelezőnek gondolja a maga részéről az emberrel kötött szövetséget. Ennek az előzménye az, hogy Nádáb, Abihu, Józsué, Mózes és Áron oda mennek a hegyhez 70 vénnel, és láthatják az Úrnak jelenségét, aki Mózessel beszél egyedül, majd ott hagyja Mózes őket, és felmegy az Úrhoz, hogy mindazt írásban rögzítsék, amiről eddig beszélgettek. Jöjj fel én hozzám a hegyre, és maradj ott, mondja az örökkévaló. Sok minden kiderül ott, kiderül az is, hogy az a 40 nap, ami alig több, mint egy hónap, soknak bizonyul ahhoz, hogy a nép meg tudja várni, amíg az írásos dokumentum a kezében lesz. És rögtön megpróbál valami olyan döntést hozni, amely, ha nincs Mózes, aki könyörög az Úrhoz, talán rosszra fordult volna. Persze az is egy kérdés, hogy vajon Mózes közbenjárására fordul el az Úr haragja, vagy ezt várja el az örökkévaló Isten az ő szolgáitól, hogy kiálljanak a meggyalázott, rossz útra tévedt nép emberek mellett, és könyörögjenek értük, hogy ne az Úr haragjával találkozzanak. Mi is abban a legnagyobb bűn? Hiszen Áron csak azt akarja, hogy legyen valami kézzel fogható Isten kép, ami vezeti a népet. Éppen most mondtam végig azokat a törvényeket, amelyek az Isten és a nép közötti viszonyt rendezik. Amikor is Isten különös gonddal akarja az embert figyelmeztetni arra, hogy ne egy tárgyiasult Istenben kezdjél el hinni, és messzire visz ez a gondolat, hiszen lehetne folytatni a gondolatot az anyagiakkal, az anyagiak halmozásával, és folytathatná az ember a végtelenségig. Ez az, ami rendíthetetlenül isteni magasságokban és magasztossággal meghatározza az életedet? Vagy vannak olyan elvek, döntések, amelyek akkor is a tieid maradnak, ha már semmit nincs? Tehetnénk fel így is a kérdést. Mi is a bűn abban, hogy amíg Mózes az Úrral tárgyal, addig a nép megpróbál egy kézzel fogható Istent maga számára megfogalmazni. Azzal, amit tesznek a bika képpel, amely Egyiptomnak a főistene volt abban az időszakban, visszakívánkozik a nép a rabszolgasorba. Az a nép, akinek törvénye van, akinek alkotmánya van, innentől kezdve az élet minden területére van irányvonala, visszanyúl oda, ahonnan kijött. Felcseréli azt a szabadságot, amelyet kapott a rabszolga léttel. Ó, hányszor
szoktuk felcserélni a szabadságunkat, a döntési szabadságunkat félelemből, érdekből, vagy más motiváció miatt újból valami kis kompromisszummal, valami kis megalázkodással, mert hát ha úgy jobb lesz, hát ha az értékesebb lesz az én számomra, hát ha jobban be tudok simulni a környezetembe, és nem leszek olyan, akire mindenki ujjal mutogathat. Látod, neki milyen rosszul megy, mert a szabadsághoz ragaszkodott. Jó, miért kell fölcserélni azt a szabadságot, ami a tied lehet a rabszolgaléttel? Miért kell megalázkodni? Miért kell más lábtörlőjévé válni? Ez nem azt jelenti, amit Jézus mond, hogy légy, mindenki szolgálja, szolgáld őket, mert Jézus sohasem adta föl azt a küldetést, amiért ide érkezett. Mózes, aki nem mehet be az ígéret földjére, csak abban az állapotban, amit most felolvastam az igehirdetés előtt, amikor Jézus a megdicsőlés hegyén van, akkor a vágyva várt ajándék az övé lehet, nem mehetett be, mert egyszer rosszul döntött, és ilyen az Úr szolgájának az élete. Most ott van, s tárgyal az Úrral, s hozza az emberek számára azt az alapokmányt, amely rabszolgából embert tesz, rabszolgából szabad, öntudatos polgárrá válik. És szól az Úr Mózesnek, jöjj fel én hozzám a hegyre. Nem mindegy, hogy ez a Negev sivatagban van, vagy Egyiptom valamelyik hegye, mindannyiunk számára megszólal az örökkévaló Isten, és azt mondja, hogy gyere fel én hozzám. Azokban a döntésekben, amelyek előtted állnak, és amelyeket meg kell hoznod, először én hozzám gyere föl, és ott tárgyaljuk meg. Ne maradj ott lent, ahol elsodor, a tánc elsodor, az az őrjöngés, amiről majd szól az aranyborjú története, amely elhomályosítja az Isten arcát, azt a döntési szabadságot, amíg józanul tudsz dönteni. Ó, gyere föl a hegyre, és maradj ott. Üzeni az örökkévaló Isten ma is, nem csak akkor, ott az ő közelében lehet megvitatni azokat a kérdéseket, amelyek később befolyásolhatják az életünket. Nem tudok mást átadni bátorításul, ajándékként, mint azt, amit az Úr mondott Mózesnek, menj fel az Úr hegyére, menj hozzá közel, ne fordíts neki hátat. Amen. A 147-es ének első verszakát énekeljük, így kezdődik ez, itt az Isten köztünk, hőn imádva félve, gyertek, járuljunk elébe.
Isten éltet bennünket a ránk következő hét, így alakulna. Csütörtökön este 7 órától együtt vagyunk a Biblia körül, példabeszédek könyvét vizsgáljuk, ezt online közvetítjük, mindenkit szeretettel invitálok. Este 7 órakor a gyülekezet honlapján, illetve Facebook oldalán lehet követni ezeket az alkalmakat. Isten, ha éltet bennünket, vasárnap egy hét múlva délelőtt 11 órakor lesz Isten tiszteletünk. Mindenkit szeretettel invitálok, akár ide a templomba, akár, ahogyan ezt szokták többen, sokan a képernyők elé, és ott lehetünk együtt az Úr igéje környezetében. Jövő héten szeretnénk megemlékezni a holokauszt áldozatairól, hiszen ennek az emléknapja van. Isten adjon mindenkinek vigasztalást, aki érintve volt legalábbis családja révén ebben, és Isten bocsássa meg azt a sok galátságot, amely ennek kapcsán történt. Befejezésül énekeljük el a megkezdett ének, a 147-es ének második, harmadik versszakát, majd pedig fogadjuk az áldást, és záróénekként a 147-es ének ötödik versszakát fogjuk, ahogy említettem, fennállva énekelni. Tehát most a második és harmadik versszakot, majd az áldás után fennállva az ötödik versszakot fogjuk záróénekként énekelni. Könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát, te reád, s adjon békességet neked. Amen.